jelent az intelligencia? Az embernek a megoldó képessége, mennyire tud megoldani egy bizonyos feladatot. Ez egy velünk született képesség. Hogyan ítélkezünk egy adott helyzetben, milyen döntéseket hozunk és miket veszünk figyelembe. Dolgokhoz, az élethez, az emberekhez való hozzáállás. Helyzet megoldó képesség, probléma megoldó képesség. Tanulás, kreativitás, önzetlenség, minden, ami az emberi tulajdonságok összessége. Információ használat, felfogás. Minél gyorsabban, minél hatékonyabban tudunk alkalmazkodni. Mi a különbség az emberi és a mesterséges intelligencia között? A mesterséges intelligenciát ember hozta létre a saját intelligenciáját használva, és annak a mienségét vagy a jóságát inkább a program struktúráltsága határozza meg. A legnagyobb különbség az ösztön. Sok esetben a mesterséges intelligenciát nem biztos, hogy kézben tudják tartani. A mesterségest azt lehet manipulálni. A mesterséges intelligencia jelenleg még nem tart sehol a rendes intelligenciához képest. Kell valaki, aki létrehozza a mesterséges intelligenciát. Isten szülötte maga az emberi intelligencia. Hogy néz ki a mesterséges intelligencia? Megfoghatatlan, láthatatlan, mégis mindenhol jelen van. Ilyen kis szilícium lapka, ami processzor és fut rajta, rengeteg iffüggvény. Másodszorban az algoritmusok jutnak eszembe. Hát, ha a skifit nézzük, akkor bárhogy úgy, mint akár mi is. Te mit szeretnél tudni a mesterséges intelligenciáról? Kérdezd meg Neil deGrasse Tysont vagy Stuart Jonathan Russellt, a terület nagy ágyúit 2020. november 30-án 18 órakor az MVM Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Link a videó alatt.